Azt hiszem, hogy egy kis népszerűségvesztést fogok megélni most, mert nem hoztam cicát. Tortát hoztam előre, hogy hát, ha nem fogtok rám haragudni. Igen, az ott maradt a macskánál a 9 élet. Tehát egy ilyen kérdés, hogy hogyan éljünk sokáig, vagy hogyan éljük túl a barátainkat. Na, az első pont, ami alap, legyünk túlélők, vagyis örökünk jó genetikát, szülessünk jó genetikával. Hát ezt már elszúrtuk, az van, ami van, ebből kell levest főzni. Mi van még? Aludjunk eleget. Aludtatok eleget? Gondolom. Talán legközelebb, de ne túl sokat. Miért ne túl sokat? Mert 7-8 óra elég. Volt egy általános felmérés, akik 4 óránál kevesebbet aludtak rendszeresen, illetve 8-nál többet rendszeresen. Ők nem éltek olyan sokáig, mint ebben az intervallumban lévők. Na, mi van még? Mozogjunk rendszeresen. Megint népszerű vagyok, ugye? Legalább heti 3 alkalommal, és hogy látjuk az úriemberné is, hogy ne legyenek kifogások. Oké, csökkentsük a stresszt. Ugye Süsűnek se sikerült mindig, volt, amikor kiborult egy picit, de megtanult ő is kikapcsolni, mégpedig hogy? Megtanult bizonyos stresszoldó tevékenységeket, vagy technikákat, tehát ő a pillangókat kergette. Mi is keressük meg a saját pillangónkat, és azt a tevékenységet, amit szívesen csinálunk. Megint nem leszek népszerű, csökkentsük a dohányzást, ugye alkohol csak mértékkel, az a szokásos baromság. Mi a mérték? Illetve optimalizáljuk a testsúlyunkat, ugye ezt a mozgással meg lehet oldani. Na még egyszer, hogy azért nyomatékosítsam a dolgot, tehát dohányzásról próbáljunk meg leszokni, mérsékeljük az alkoholt, ami azt jelenti, hogy kinek mit jelent. És van még egy utolsó érdekes dolog, amit a felmérésbe bevontak. Milyen jó a tartós párkapcsolat a hosszú életre. Ugyebár ez nem a baltával egymást üldözős és kiskéssel rohangálós, hanem egy stabilabb, ahol van feladatunk, mert azok az emberek, akiknek van feladatuk időskorukban is, tehát nem csak a gyerekeikről, hanem az unokáikról gondoskodnak, tovább élnek. Legyen benne sok móka, kacagás, játék, színes programok. És mit nyerhetünk ezzel? Számíthatunk egymásra, és tulajdonképpen mi lesz ennek a következménye? 7 évet átlagosan lehet ezzel megtakarítani és tovább élni, hogyha ezeket a pontokat úgy nagyjából betartjuk. Sok sikert kívánok hozzá!